használd a saját technikád, ami elhazolt tudatállapotba visz. Jelensd ki szándékodat, hogy békét és gyógyulást hozol a Haitin kialakult helyzetbe. Hívd be a szibolya lángot, annak elsődleges forrásából, hogy hozza létre a védelem körét körülötted, a meditáció alatt és után. Kérd meg, hogy alakítson át mindent, ami nem szolgálja a fényt. Képzelj el egy rózsaszín fényoszlopot. Amint a galaktikus központi napból kiáradva, áthalad a testeden keresztül, mélyen a föld középpontjába. Képzeld el, hogy ez a fény keresztül áramlik a szíveden,
majd a kezeiden át, közvetlenül mindenkihez, akik érintettek a Haitin zajló eseményekben. Harmóniát hoz, és békét teremt. Hagyd, hogy a rózsaszín fény tovább áramoljon, és meggyógyítson minden más konfliktust szerte a világon. Kérd meg ezt az istennői jelenlétet, az isteni nőt, hogy irányítsa a béke és harmónia energiáit az összes megoldatlan helyzetre, melyek a Haitin kialakult helyzettel kapcsolatosak, és mindenkire, akik ebben érintettek.
Majd hagyd, hogy ezek az energiák tovább áramoljanak, és meggyógyítsanak minden más konfliktust szerte a világon. Engedd néhány percig, hogy ezek az energiák keresztül áramoljanak a szíveden, majd a kezeiden át, a hajítén kialakult helyzetbe. Az Istennő békét akar, és béke lesz.